Bírod? Nem bírom. Tényleg? Néha remegek, de ez mindegy. Jó, meg kicsit izzadsz is, legalább végre valamit csinálsz. Na, gyere vissza! Nagyon sok szakemberrel dolgozom viszonylag egyszerre együtt. Ugye a fő emberek, akik körülöttem vannak, az egy menedzser, teniszedző, időnként akár van utazóedzőm is, hogyha a fő teniszedzőm nem ér rá, hogy elutazzon velem. Persze emellett van kondiedzőm, van fiziósom, masszőröm, esetleg sportpszichológusom, akivel nemrég kezdtem el dolgozni, és mellette van egy kineziológus is, akivel korábban már elkezdtem dolgozni, és vele elég sikeres munkát is tudok végezni. Kettő csapat van. Van egy szűk csapat, akikkel szinte minden nap találkozok. Ugye ebbe beletartozik a teniszedző, kondiedző, fiziós masször igazából, és ezen kívül van a második nagy csapat. Én általában ezt így szoktam hívni. Azok az emberek, akikkel nem minden nap tartom a kapcsolatot, pedig nekik is nagyon nagy szerepük van körülöttem. Ilyen a sajtós, a dietetikus, akár egy orvosi stábtag. Azért amikor gyerekként elkezdtem teniszezni, akkor igazából egy ember volt mellettem, ez az apukám volt, és amikor az ő kezei közül kikerültem, akkor kerültem át igazából az első teniszklubomba, ahol kaptam is egy teniszedzőt, és nagyon-nagyon sok ideig, talán ilyen 16-17 éves koromig igazából egy edző volt mellettem. Fábiánnal először talán 2018-ban a Szuperligán találkoztam, amikor is ellenünk játszott, győri színekbe játszottunk, ő pedig az MTK-t képviselte, és a jelenlegi vezetőedzőjét két sima szedben sikerült, hogy megverje. A Zsolt egyébként nagyon régóta, hát nagyon régóta, nagyjából egy 3 éve ismerjük egymást, csapatbajnokság miatt kerültem hozzá az ő csapatába. Ugye neki Győrben van egy Szuperliga csapata, megkért, hogy játszak nála, és amióta odaigazoltam korábban, akkor nagyon-nagyon elkezdtünk jóba lenni, nagyon sok észrevétele volt velem kapcsolatban, amik előre vittek, és szerintem kialakult egy ilyen munkakapcsolat is, mellette egy nagyon jó baráti kapcsolatunk is van. Minden, ami a Fábit körülbelül bevő feladatoknak az összefogása, ügyintézése, menedzselése, legyen szó itt az egész rendszerének a működési folyamatairól, legyen szó az adott szakemberekről, emberekről, akik őt körbeveszik, úgyhogy ennek az egésznek a koordinálása. Heti szinten én örülnék, hogyha minden nap találkoznánk, de a Fábi ennek biztos, hogy nem örülne. Ha minden nap találkoznánk, heti 3-szor szoktunk általában találkozni, hogyha ő itthon van. Állóképességi résszel szoktunk kezdeni, mert az kevésbé terheli rá. Egy kicsit nyújtsd meg egy szősakarodat, akár gumiszalaggal, akár anélkül. Nyújtsd meg magad mögé. Igen. És utána jönnek ezek a dinamikusabb feladatok. Úgy, ahogy hétvégén mondjuk versenyzik, úgy annak megfelelően csökkentjük már magát a terjedelmet, viszont az intenzitását növeljük az edzéseknek, hogy ugye rövidebb időszakaszban sokkal-sokkal gyorsabban tudjon majd dolgozni. Fontos ilyenkor az, hogy felső testizmai is ugyanúgy át legyenek mozgatva egy teniszezőnél, vagy bármilyen sportolónál, mint az alsó testizmai. Ugye az elég fontos, mert erőhatások és behatások érik az izomzatot. Húzunk már ezt szűken. 45 kilón van, azt szerintem teljesen jó. 6-ot húzzál ott, ugyanúgy légy szíves. Jó? És itt általában ilyen nyomó-húzó gyakorlatokat szoktunk egymás után ismételgetni. Annak megfelelően, hogy milyen edzés szakaszban vagyunk, illetve milyen versenyszakaszban vagyunk. Teljesen új dolgokat vezetett be egyébként a kondiba. Feladatok közben egyébként vannak olyan kérdései vagy feladatai, amit még húzva meg kell oldanom, ami inkább mentálisan hat ki, és ez elég nehéz, amikor csinálok egy gyakorlatot és közben még gondolkoznom kell mondjuk valamilyen válaszon. Heti 3 gyógytornám van, ez most vagy torna, vagy pilates, ezt általában ő szokta eldönteni, és mondjuk azt, hogy heti 4, amire azt tudom mondani, hogy ez mindig kezelés, mert mindig kell dolgozni a testemen, mindig vannak fájdalmas területek, és nem csak akkor dolgozunk, amikor valami fáj, hanem akkor is, amikor csak egy hosszabb nap volt. Próbáljuk minél színesebbé tenni egyébként a programot, hogy ne egy ilyen unalmas gyógytornát kapjon, ami általában az embereknek a fogalma szokott lenni arra, hogy milyen egy gyógytorna, hát ez nem ilyen, amit mi csinálunk. Fábinak ez egy ilyen visszatérő sérülése igazából, ez a hajlító probléma. Ezért erre nagyon oda szoktunk figyelni, hogy ez minél jobban bemelegedjen, mire pályára kerül. Van egyébként én mozgási rutinom, amit
hogyha nincsenek mellettem ezek a szakemberek, akik az itthoni rutinban segítenek, akkor a versenyen is, meg ott az ottani külföldi edzések előtt is meg kell tudnom ezt csinálni. Van egy alaprutin, azt mindig megcsinálom, minden napot ezzel kezdek. Náluk az a legfontosabb azért, mivel egyoldali sportágról beszélgetünk, hogy minden egyes alkalom, amikor korrigációt csinálunk, akkor oda kell arra figyelni, hogy a sportág specifikussága miatt az egyik oldal az erősebb lesz, mint a másik. Leginkább, amikor itthon vagyunk, akkor az edzéseket koordinálom. Én szoktam összeegyeztetni a fizióssal, a kondi edzővel, a masszőrrel, a teniszt, a edzőpartnereket és az egyéb mellette lévő dolgokat a Fábinak, szóval nagyjából a logisztikáról szól, és ezen belül meg az edzőkkel megbeszélem, hogy körülbelül mennyi időnk van, mi az, amit szeretnénk elérni a következő egy hétben, vagy három napban, vagy tíz napban. Amikor meg utazunk a versenyre, hát akkor nyilvánvalóan az a feladatom nekem nagy részt, hogy Fábival utazzak, és ott a versenyen, amiben csak tudok, mindent próbálok alátenni, aláépíteni. Ugye ott kócsolom a meccset, beütök vele, edzőpartnert szerzek, próbálom leginkább levenni a terhet a válláról azzal, hogy mondjuk a hotelt én foglalom be, vagy a transportot én intézem. Fábi az elmúlt években szerintem egy nagyon folyamatos, de lassú fejlődési formát és utat mutat, és ez szerintem most egy kicsit megtörte azzal, hogy most hirtelen ebben kezdett el még jobb eredményeket szállítani. Hát megijedni ettől nem fogok, mert nagyon boldogok vagyunk, hogy most már az Ausztrál Open ugye az biztos, hogy főtábla, meg már talán az előtte lévő ATP-ken is főtáblás lesz, de azért ezt meg is kell tudni tartani. Ez a jövő zenéje lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt tavasszal mit tudunk produkálni.